Kellemes napsütéses idő és viszonylag erős oldalszél fogadta a mezőnyt a Gersekaráti tavon. Versenyző kategóriában 29-en az ifik között 5-en, a versenyzőknél 13-an küzdöttek az elsőségért. Az idei első olyan versenyen vagyunk, ahol sikerült hagyományos rendszerben megrendeznünk a versenyt, tehát a Covid miatt nem volt online sorsolás, nem volt semmi egyéb hókusz-pókusz mondhatnánk így, mint ami a korábbi egy évben jelen volt a rendezvényénken. Most minden versenyző, ifjúság, illetve hobbi horgász el tudott indulni, nem volt már szükséges hozzá versenyző igazolvány. A 4 órás fordulóban zömmel féder módszerrel és matchbottal, kisebb részben rakós technikával próbálkoztak a horgászok, de ezúttal a halak távol maradtak a horgoktól. Akadt olyan is, akinek teljesen üres maradt a szákja. Féder módszer, mind a két fajta jobban metóddal, bordáskosárral is, de eredményterül. Próbáltuk rövid távon is, meg teljesen bent 100 méteren is, de ugyanaz a kapástalanság. Valószínűleg ez a hidegfront, ami betört a tegnap este folyamán, ez megnehezíti a horgászatunkat, ebben nem nagyon eszik a hal. Ezen kívül van jó erős északi szél, ami teljesen eltolja innen a part közeléből a halakat, úgyhogy hát matchbottal horgászok én is olyan 40-50 méteres távolságra. A horgászok mindent megpróbáltak, váltogatták a módszereket, a csalikat és a távolságokat is, de a pálya ezúttal nem adta a halat, minden eddiginél gyengébb fogási eredmények születtek. Néhány kisebb keszeg, kárász és küsz akadt horogra. 2 darabot fogtam összesen, de még az elején. Úgyhogy most 11 óra óta már szinte semmi. A gyérfogás oka lehet, hogy ezúttal nem voltak előversenyek, ahol feletették volna a pályát. Továbbá a kormoránok a téli időszakban jelentős pusztítást végeztek a halállományban. Ennek ellenére a verseny jó hangulatban telt, bőven jutott idő beszélgetni, napozni és a hattyú családot megcsodálni. A versenyzők között Varga Bálint volt a legeredményesebb, ő nyerte a karátkupát 2460 g összteljesítményével. Hobbi kategóriában Bertók Csaba, az ifiknél Linter Hunor győzött. A versenysorozat ezen a hétvégén Püspökmolnáriban folytatódik, majd szeptemberben a csapatbajnokság és egy abértavi viadal következik.